20 kilométeres emlékmenettel emlékeznek helybeliek a 76 évvel ezelőtti Doni tragédia áldozataira a magyar határhoz közeli Párciumi Nagykárolyban és a környékbeli településeken. A hősi halottakért imádkozzunk a mai alkalommal, akiknek élete, vére áldozat volt értünk és helyettünk. A második magyar hadsereg nagy része, több mint 200 ezer magyar katona veszett oda a mínusz 40 fokos orosz télben, illetve nagyon sokan eltűntek, vagy pedig orosz hadifogságba kerültek. Magyarország más területéhez hasonlóan Erdély és Párcium több része is érintve volt ebben a hadmozgásban. Az emlékmenetet minden évben a január 12-éhez legközelebb eső hétvégén tartják. Dicsőség a hősöknek! Az útba eső települések temetőinél, második világháborús emlékműveknél megpihennek, a honvédek naplóiból olvasnak fel részleteket. Istentelen hideg van itt, itt ülök a géppuskám mellett, és a kezem az üres csajkához volt. Egy kicsit átélje az az ember is azt a poklot, amit azok a honvédek, akik ott voltak, átéltek és megéltek, és nekünk leírták, hogy mi is próbáljuk egy kicsit átérezni. Az emlékmenetet 2012-ben indította el egy baráti társaság, akkor mindössze 16-an vágtak neki. Azóta viszont évről évre többen vannak minden korosztályból. Sokan saját családtagjaik előtt is tisztelegtek. Édesapám is munkaszolgálatos volt, hát elvitték, deportálnak mondjuk mi. Egy nagybátyám a második hadseregben volt, a Donnál, szerencsére hazakerült, és a másik két nagybátyám is. Hát ők is deportáltak voltak. És hát azért ennyit ez a minimum, amit megérdemelnek. A szervezők és a résztvevők szerint a hagyományos megemlékezésekhez, koszorúzásokhoz képest ez a fajta tiszteletadás sokkal többet nyújt. A szeles mezőkön, csípős minuszokban haladva, főként a fiatalok még inkább megértik és átérzik a honvédek sorsát, amit eddig csak történelemkönyvekből ismertek. Mi a 151-es számunk Grófkára Gyula Cserkés csapattól jöttünk, jelenleg most 14-en vagyunk itt, 4 felnőtt és 10 gyermek. Én már harmadik év, hogy részt veszek ezen az emléktúrán, mindig nagyon nagy öröm eljönni és nagyon nagy élmény. Mára a megemlékezés kárpát-medencei szintűvé nőtte ki magát, idén közel 100-an meneteltek. Az anyaországban 8 éve civil alapokon működő honvédsuli diákjai is csatlakoztak. A hazafiasság elve az valahol érzelmi. És ha érzelmileg meg tudjuk szólítani az ifjúságot a múltunk jeles eseményeivel, akár most ez egy negatív értelemben vett jeles esemény a Doni offenzíva, akkor ők sokkal jobban megértik ezt, mint ahogyan ezt a történelem órán egyáltalán lehetőségük lenne. A kadétok a Honvédelmi Minisztérium által rendezett emlékmeneten is részt vettek. Azt mondják, az elesett hősök példája erősíti bennük a hazaszeretetet. Helyapám is a Donnál szolgált, illetve úgy gondolom, hogy ennyivel tartozunk hősének, akik nagyon hidegben, nagyon sok kilométert megtettek, és igazából értünk haltak meg. Tehát nekünk otthon igazából könnyű a fotelben, a melegben üldögélni, de hogyha át szeretnénk érezni, hogy ők mit éreztek, akkor kötelesek vagyunk valamit tenni. Ez a minimum szerintem. Az útba eső településeken a lakosság fogadja a túrázókat, és a világháborús emlékműveknél közösen róják le kegyeletüket azok előtt, akik életüket adták a hazáért. Jobbra, át. Ahogyan az elhunytak sírjára a Donkanyarban, az emlékműveknél is nyírfa keresztet állítottak, amelyet fenyőágakkal koszorúztak és ráhelyezték a honvéd sisakját. Fontosnak tartom, erről megemlékezzünk, az utókornak fontosnak tartom, hogy az utókor tudjon erről a dologról, mert többet nem szabad megtörténnie sem Donkanyarnak, sem deportálásnak, sem háborúnak. A magyar második hadsereg egyes források szerint mintegy 140 ezer főt vesztett, azt pedig a mai napig nem lehet pontosan tudni, hogy mennyien kerültek hadifogságba vagy tűntek el. Nagykárolyból és környékéről is számos magyar honvéd odaveszett. Ha velünk maradnak, megismerhetik a magyar népi kultúra iránt elkötelezett, a délvidéki Adán élő török családot. We'll be right back.